Abban az időben, másnap, amikor János látta, hogy Jézus közelik feléje, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnöit. Ő az, akivel én azt mondtam, utána jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztellek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János ezután így folytatta a tanúságtételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszállt rá a lélek, és rajta maradt. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem. Akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Mai mottónk, mert előbb volt, mint én. A nyugati logika szerint az, ami előbb volt, az jó eséllyel ok, és ami azután lesz, az okozat. A mondat ezek szerint azt jelenti, hogy Jézus, aki előbb volt, mint János, mint egy okozója az utóbbi küldetésének. Hogyan? Hát nem János újjongott anyja méhében, és már 6. hónapban volt, amikor Jézus megfogant. Nos, János tisztában volt azzal, hogy unokatestvére az anyagi világ rendje szerint utóbb született, mint ő, de a kozmikus rendben megelőzte őt. A megelőzés azonban nem pusztán korábbi időpontot jelent, hanem rangot is. Jézus a protokoll rendje szerint mindenképp megelőzte őt. János a hírnök, és ezért, amint a heroldok a király előtt járván hirdették az Úr közeledtét, úgy hirdette János azt, aki utána jött. Ő küldetését még előkelőbb helyről kapta, az atyától, aki úgy utál, mint az, aki küldött. Ezért válhat Jézus Isten fiúságának tanújává. Ebben csak az angyalok előzik meg.